Két hónappal és egy héttel az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetése után ismét kinyitották a hegyvidéki játszótereket. A hegyvidéki önkormányzata a több mint 30 játszóhelyet, valamint a szabadtéri fitnessparkokat a fővárosi korlátozások mérséklése után azonnal átadta a kerületi gyerekeknek, illetve szüleiknek. Egy napon belül megnyitottuk az összes játszóterünket, nagyokkal kezdtük, a Margaréta úti, a Csörsz utcai, a MOM területén lévő játszótérrel is úgy mentünk a kicsik felé. Előtte kitakarítottunk, lekaszáltuk a füvet, kihúzigáltuk az azóta kinyílt gazt, meggyújtották a játékokat, illetve kialakítottuk egy olyan metódust, hogy rendszeresen fertőtlenítsük a játszótereket, a kisebbeket, amit kevésbé látogatott, az mondjuk hetente, a sűrűbben látogatottat, azt pár naponta, két vagy három naponta, illetve hát igénytől függ. A mozdókat, vécéket természetesen minden nap, van olyan naponta többször is. Van olyan játszóterünk, ahol mondjuk a MOM művelődési ház, a művelődési központ kertjében lévő játszóterül sajnálatos módon a mozdó bent van az épületben, ami most még zárva van, tehát az odalátogatók ezzel azért így számolnak. A játszóterek, illetve az illemhelyek fertőtlenítését zárás után éjszaka végzik a szakemberek. A hegyvidék polgármestere mindenkit megnyugtatott, az általuk használt szerek gyerekekre nem jelentenek veszélyt, és fertőtlenítés után le is mossák a játszóeszközöket. Kitettünk tájékoztató táblákat, hogy mik a játszótér szabályai, mert miközben persze örülünk a nyitásnak, nem szabad elfelejteni, hogy a veszély, a kockázat, a járványveszély továbbra sem múlt el, tehát még nincs vége sajnos ennek a fenyegetettségnek. A maszk viselése, a fertőtlenítés, a távolságtartás, az óvatosság, az továbbra is egy fontos dolog, ha nem akarjuk, hogy egy újabb, egy második hullám újabb fertőzéseket szabadítson ránk. Arra kérjük a játszóteret látogató szülőket, hogy ezt tartsák be. Tudom, hogy megosztó dolog szabad téren előírni a maszk viselését, a főváros mégis így döntött, szerintem kellő óvatossággal hozta meg ezt a fővárosi rendeletet a főpolgármester. Mi arra kérünk mindenkit, hogy ezt tartsa tiszteletben, és természetesen nem csak kérjük őket, hanem maszkot is adunk az odalátogatóknak, tehát munkatársaink, önkéntesek, aktivisták a játszótereken, ahol csak lehet, osztanak maszkokat. Természetesen mindenki, ha módja van, akkor hozzon magával, vagy kendővel, sállal takarja az arcát. Pokorni Zoltán ebben is számít a korábbi intézkedéseket is maradéktalanul betartó kerületi polgárok megértésére. Az a kérésünk, hogy a maszkokat, kesztyűt, fertőtlenítőszeres kendőket ne a játszótér szemetesébe hagyják maguk után, hanem lehetőség szerint vigyék magukkal. Több okunk is van erre, de ez a határozott kérés, hogy ezeket az eszközöket kikivigye magával. Információink szerint a hegyvidéki rendészet munkatársai rendszeresen ellenőrzik a különböző játszótereket, és a maszk nélküli szülők figyelmét felhívják a fővárosi rendeletre, valamint szükség esetén ők is adnak maszkot a játszótereken tartózkodóknak.